gondolni, hogy az Aikido valami olyasmi, ami, ami csak önvédelem, és egyáltalán nem támadunk, elvezetjük a másik energiáját, amit aztán majd felhasználunk ellene, vagy valami hasonló. Az Aikido rögtön azonnal lefordítva azt jelenti, hogy a harmónia útja. Támadó mozdulatok vannak az Aikidóban, ilyen repülő rugásokra gondolok, amikor megpördülök, hogy a fejem körül is természetesen tanulunk támadó mozdulatokat. De nem azért tanítom neked a támadó mozdulatot, hogy odalép valakihez és szétszincál, hanem azért, hogy megismerd a támadás természetét. Hogy felkészült legyen, és a jelenben tud lenni akkor is, amikor egy ilyen helyzet történik veled. Nyújtózkodjuk, megpróbáljuk elérni a plafont, lábujjhelyre állunk és vissza. Minden gyakorlatot balra kezdünk először. És egy, két, há, né, öt, hat, hét, nyolc, hét, há, né, öt, hat, hét, nyolc. Nagyjából itt van a kis gerinca középen és a fejem. Igyekszem letenni csigolyára, csigolyára szépen, engedem magam le, és a gerinc melletti izmon támaszkodok meg, miközben leszorítom az állam. Majd a zárt lapockáimon keresztül megfordulok, és szépen a másik oldali gerinc melletti izmaimon jövök vissza. Rendben? Kicsit furának tűnik így lassan, de következő lesz a gyakorlat. Egy, kettő, egy, kettő. Nagyon jó. Amikor meghalljuk azt, hogy jöjjön, akkor elindulok hátra, te is, és itt is, hogy gyere, gyere, lesz az. Én lábaimmal ezzel szemben azt történik, hogy akkor amiket fogok küldeni. Igen? Amiért az egész itt megmerevedik egy ponttól. Igen. És nem olyan tördülékeny, mint az Zolyvá. Zolyvá egy pár évvel többet gyakorlatilag. Persze, de neked is sikerülhet, jó? Nekem is összeütközlek egymással, mindkettőnek csinálni a telapátő támaszt. Mert kihibálja, ha összeütközlél valakivel. Negatívval való válaszként mindig csak negatívat kaphatunk vissza. Oda megyek, beszólok neked, majd erre te jól visszaszólsz. Sőt, előrántek kést, majd én erre előrántok egy pisztolyt. Na ő erre, előrántek egy puskát, egy gépágyút, egy tankot, egy repülőt, egy atombombát. Jó, tehát és ennek soha nem lesz vége. Hogyan tudom én ezt úgy a helyén kezelni, hogy esetleg megállítani, sőt, ezt irányítani úgy, hogy mindkettőnek jobb legyen. Ne a fejeden, ne a fejeden! Az fájdalmas és kopog. Forog a csípő, jobbra-balra, és megérinti a lábujjával a kezét. A kezét. Ez. És ott az. Másik kezét. Tartásba tettem a kezemet, nyitottam a lábamat, és egyik oldalon megérintem a lábam ujjával a kezemet. Aztán a másik oldalon is. Úgy, hogy közben kinyújtam a kezem, és szépen esetleg állít gyalogolhatsz a másik oldalra. Annak idején találkoztam egy nagy szamuráj mesterrel, akitől kérdeztem azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy ő így harcművészeti bemutatón, amikor így kiáll és vág, és akkor olyan impozáns megjelenése van, és mit tegyek, hogy ilyen legyen. És azt mondta nekem, hogy képzeld el, hogy egy hiszemet kell tartanod a fenekeddel. Miközben megszakadtál. Ha maga biztos vagy, akkor nem a külső körülmények áldozata leszel, hanem te indítod az akciókat. Ezért aztán megtanuljuk, hogy hogyan tudunk legstabilabban állni, és megtanulunk magunkba bízni. Kérlek, nézz a tömegek irányába. Én azért állok melletted, mert nem szembeállok veled, hanem melletted állok, segíteni próbálok neked, jó? Állj olyan erősen, ahogy csak tudsz. Stabilan. Ez a lényeg, hogy stabil legyél. Ez a szép. Nagyon jó. Rendben. Ezzel a három ujjammal fogom megérinteni, jó? Nem így bökölni fogom, mert ha ezt csinálnám, akkor nagy valószínűséggel nem ez lenne. Stabil vagy, erős vagy. Ez a veszély.
Három ujjam már szépen megérítem. Stabil vagy. Stabil. Egy. Vagyok, fókusz. Érzem az egész testem. Leengedem ezt a stabilitást is, megtartom. Ez az. Nagyon jó. Most már ne. Tehát igaz, hogy mint hatalkalmat vagyunk együtt, most már csak ezek jutott négyet, de ez nem a Kanatek a jó című film, amiben 20 perc alatt meg tudunk nagymesterként leverni a félvilágot. Ez a hat alkalom alatt megkapod azt a fajta, igen, tudom, most csalódtál, most csalódtál. Nagyon sajnálom, de a harcművészetek legnagyobb tanulsága és a legnagyobb, egyébként számomra a legélvezetesebb is az, hogy mindennek az az alapja, hogy gyakorlás.